Azt hiszem, ha ma megnézzük az életünket, néha vizsgáljátok meg a lelkiismereteteket. Nem fog fájni. Ígérem, hogy nem lesz bajotok, ha megvizsgáljátok a lelkiismereteteket. Tudjátok, manapság minden szípi szuper. Jónak kell lenned magadhoz. Én jól vagyok, te is jól vagy. Nem, néha nem vagy jól, és senki sincs jól. Az élet pocsék. Pocsék, és te semmit sem tehetsz ellene. Semmit. És ezt nem akarjuk beismerni. Mert nem akarjuk beismerni, hogy nem tudunk mindent az irányításunk alatt tartani. És nem irányítunk mindent. Itt jön be a képbe a hit. Ha irányításod alatt tartanád a dolgokat, akkor te lennél a mindenható Úristen. Olyasmit fogok mondani, amit senki nem fog megérteni, és ez rendben van. Elgondolkodtató lesz. Számomra a legszebb dolog a kereszténységben, az evangéliumban az a teljes bizonytalanság. Nem mindig tudod. Szerintem ez csodálatos. Amikor elindítottuk ezt a hálózatot 200 dollárral, Szakértelem nélkül kezdtük. Nem tudtam megkülönböztetni a televíziót a katót csőtől. A vezetéktől, vagy bármitől. Elkezdtük ezt a dolgot minden szakértelem nélkül. És emlékszem, hogy mindenki azt mondta, most már kell egy rendező. Én meg azt mondtam, még stúdióm sincs, miért kéne rendező? Ezeknek az embereknek magas a fizetése. Honnan szerzel elég pénzt, hogy akár csak egy rendezőt kifizes? Nem tudom. Szükséged lesz hangmérnökökre. Honnan szerzed őket? Azt feleltem, nem tudom. Amikor végre rájöttek, hogy semmit sem tudok, azt gondolták, hogy ez az egész egy dili. Egy dili. Egy nap telefonált egy nő, és azt mondta, hogy a férje rendező volt. Nyugdíjba vonult, és tudnánk-e használni őt? Gondoltam, na itt ez a híres rendező. Eljött is. És... és magával hozott három szőnyeget. Egy lilát, nem, egy zöld, egy bézs és egy piros szőnyeget. Bementem a stúdióba, amely arra volt, és azt kérdeztem tőle, mi az? Erre ő, három szőnyeg. Mondom, azt látom. De mihez kell? Azt feleli, a díszlethez. Erre én, a díszlethez? Igen, feleli. Mondom, csak lerakod a földre, és kész is a díszlet. Azt feleli, nem. Erre én, mit raksz a szőnyegre? Erre ő még ki kell gondolnom. Én meg ó. A fogaskerekek elindultak a fejemben, és rájöttem, hogy azért fizetem, hogy gondolkodjon. Egyik nap besétáltam a főbejáraton is. Így állt. Volt a falon egy nagy táblázat. Tele volt négyzetekkel. Az egyik teológia, a másik tanítás, minden szó, ami csak eszedbe jut a vallásról, és ő ott ült és nézte. Kérdezem, mi csinálsz? Erre ő gondolkodom. Kérdezem, miről? Azt mondja, ki kell találnom az összes műsort, amire szükség lesz, meg ilyesmi. Oké. Okay. Szóval két óra múlva visszajövök, és ő még mindig ott van. Egyetlen szó volt azon a nagy valamin. Kérdezem, mit jelent ez? Azt mondja, történelem, mire én ó, és mit csinálsz? Gondolkodom. Oké. Okay. Na ötkor jövök megint vissza. És ő még mindig ugyanabban a székben ül, és a teljesen üres falat bámulja. Vagyis azt az egy szót. Azt kérdezem, mit csinálsz? Azt mondja, gondolkodom. Erre én. Ki vagy rúgva? Erre ő mi? Mondom neki, ki vagy rúgva? Erre ő nem teheted? Erre én már megtettem. Akkor értettem meg, hogy az világos, hogy én nem tudok semmit. De senkinek nem kerül pénzébe. És most itt van valaki, aki semmivel sem tud többet, mint én, én meg fizetek neki. Van -e ennek értelme szerintetek? Nincs. Nincs, szerintem sincs. Azt mondhatjátok, anyám, nem hittél benne. Igazatok van. Nem hittem benne. Aki nyolc órát ül egy üres fal előtt, és semmi sem jut eszébe, annak mennie kell. Ez elég bizonyíték arra, hogy teljesen reménytelen eset. Én is ott tudnék ülni egész nap. Ugyanaz lenne a vége, mert nem tudok semmit. A mindennapi életünkben vannak olyan helyzetek, amikor be kell látnunk, hogy valami nincs rendben. De ez idővel derül ki, amikor dolgozunk az emberekkel, bármivel, és sokszor kipróbálunk valamit, ami nem működik. Valami nem stimmel. De ennek semmi köze ahhoz a hithez, amiről itt beszélünk az Istenbe vetett hitről beszélünk. És az Istenbe vetett hit sose csalódik. Tudnotok kell nektek is, ahogy a szűzanya tudta, amikor azt mondta, legyen nekem a te igét szerint. Ő tökéletesen hit Istenben. Ő nem tudott semmit. Nem tudta, hogyan fog történni, nem tudta, nem értette. De igent mondott, igent mondott Istennek, és a remény mindig egyfajta misztérium. Titok, a hit, amikor az intellektus együtt jár az igazsággal.